Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják. Családi napot tartott a Hungária Takarék Szászváron. A településre várták dolgozóikat, valamint családjaikat szombaton. Minden korosztályra gondoltak, a gyerekek ügyességi játékokat próbálhattak ki, míg az idősebbek élő zeneszó mellett barátkozhattak az asztaloknál. Gyerekek, szülők, nagyszülők foglalták el a szászvári várkastély udvarát szombaton. A Hungária Takarék vendégelte meg a dolgozóit és a családtagjaikat június 1-én. A település önkormányzata és a takarék között régi jó kapcsolat van. A polgármesterként nagyon jól látni, hogy ilyen sokan vannak, és remélem, hogy nap végén úgy fogják önök is gondolni, hogy jó választás volt a helyszín. Ami azt gondolom, hogy nem véletlen, ahogy ügyvezető úr is mondta, már több mint egy évtizede jó kapcsolatot ápol a Hungária Takarék és önkormányzatunk, hiszen nem csak arra kell gondolni, hogy a számlavezetés most már nagyon régóta a takaréknál van, hanem az elmúlt években számunkra több fontos nagy projektnél is, mint hitelező, segítettek a projekteknek a sikeres lebonyolítására. Kettőt szeretnék kiemelni. Tavaly októberben adtunk át a felújított orvosi rendelőnket, és a Hungária Takarék hitel nélkül erre nem jelentett volna sor. Illetve múlt pénteken adtuk át a csaknem 300 millió forintból megépült bölcsödénket, amire szintén a Hungária Takaréktól kaptunk hitelt. Úgyhogy elmondható, hogy szerves része minden napi életünknek a takarék, hiszen ezek a projektek nem jöttek volna létre a takarék nélkül. És én nagyon remélem, hogy jövőben is ez a kapcsolat meg fog maradni a két fél között. Ügyességi játékok, arcfestés, csoki szökőkút, szombaton a családok, a gyerekek voltak a középpontban. A Hungária Takaréknak évről évre van egy ilyen kicsit lazább, kötetlenebb összejövetele, ahol a munkatársak, családtagjaik, gyerekek és ma már jó pár unoka is jelen tud lenni. Minden évben más helyszínt keresünk magunknak, azokon a területeken próbálunk valamilyen jó helyszínt találni, ahol egyébként a Takarék Szövetkezet dolgozik, ahol fiókja van, vagy ahol önkormányzati kapcsolataink vannak. Nyilván most Szászváron itt vagyunk, a szászvári önkormányzattal is most már vagy 20 éves a kapcsolata a Takarék Szövetkezetnek. Itt most körülbelül olyan 200-an leszünk, és az a cél, hogy kicsit föloldva a napok, a mindennapoknak a hajtásából, a kötelezettségekből, öltözékbe is kicsit felszabadultabban együtt vagyunk, kicsit megismerjük egymást más oldalról, a családtagokat bemutatjuk egymásnak, nyilván sok a közös ismerettség már az elmúlt évekből is, ilyenkor találkozunk, szóval egy nagyon jó hangulatú, mindenki számára egy kellemes kis délelőttöt meg délután tervezünk eltölteni. A takarékszövetkezetekről általában azt lehet elmondani manapságig 2019-ben, hogy eléggé lecsökkent a számuk, most 11-2 takarékszövetkezet működik országos viszonylatban, és értelemszerűen ezek már igen nagy üzemmé változtak. A Hungária Takarék is egy 3 megyében szolgáltató vidéki pénzintézet. A vidékit aláhúznám többször, és a szónak a pozitív technikai értelmébe. A takarékszövetkezetek így a Hungária szigorúan a vidék, a kisfalvak, a kisebb települések vállalkozásai népessége, önkormányzatainak a szolgálatára jött létre és tartja ezt a funkcióját. Ez a 3 megye a Dél-Dunántúl alapvetően, ugye mi Baranya, Tolna és Fejér megyébe átnyúlva tevékenykedünk. 220 munkatársa van egy szövetkezeti hitelintézetben működő kis formációnknak. Körülbelül 40 helyen vannak egységeink, tehát ennek a Dél-Dunántúli résznek azt gondolom egy szép lefedettségét tudja a Hungária Takarék biztosítani. És még egyszer mondom, a napi kihívások, a napi nyomás, ami rajtunk van, nem kicsi, hiszen körülbelül 70 ezer ügyfelet szolgálunk ki, és napi szinten biztosítanunk kell azt, hogy a 70 ezer ügyfél elégedett legyen. Amire még nagyon büszke vagyok, azt hadd mondjam el, 100 milliárd forintnyi pénzt bíztak ránk ebbe a térségbe az ügyfelek, és ezt idén értük el, ezt a nagyságrendet. Ez mutat valamit arról a felelősségről, amiért ez a társaság felel, és ilyenkor kell néha egy picit le kell vezetni a feles energiákat, a gőzt ki kell engedni, és egy kicsit oldottabban össze kell jönni, most ez a rendezvény pont ezt a célt szolgálja. Ezek pedig már a helyreállított reneszánsz várkastély kiállító termei. A családi napon ezeket is megnézhették a Hungária Takarék dolgozói. Energetikai korszerűsítés a polgármesteri hivatalban, a művelődési ház korszerűsítése és fedett közösségi tér kialakítása. Ezek a tervek a közeljövőre nézve Kapospulán. A település polgármesteri hivatala és postája fűtésrekonstrukción esik át. A munkák végeztével a számítások szerint szinte semmibe nem kerül majd az épületek fűtése.
Kapospula közel 1000 lakosú település Somogy és Tolnamegye határvidékén, összenőve, de mégis külön életet élve Dombóvártól. Bár a lánykérés, ahogy Stemler József polgármester fogalmazott, többször megtörtént, a pulaiak meg akarták tartani függetlenségüket. A település az elmúlt időszakban több beruházáshoz szükséges pályázati forrást is elnyert, ennek megfelelően járdák és vízelvezetők épülhettek. De ebbe a sorba illik a polgármesteri hivatal és a posta épülete is. Egy komplett energetikai felújítás, igazából nyilászárócsere, külső hőszigetelés, mennyezeti hőszigetelés, aztán hát ugye természetesen a mozgássérült dolgokat ki kell igazítani. Körülbelül ez vár a helyi védelem alatt álló épületre. Az átalakítást követően a tervek szerint egy nulla hőigényű épületté válik majd a hivatal. Ennek az épületnek a felújítására egy top pályázaton nyertünk 38 millió forintot, ez egy teljes energetikai felújítást jelent, tehát külső hőszigetelés, nyilászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, napelemek felszerelése. Jelen pillanatban ugye napelemek már a tetőn vannak, és a jövő hónap közepén várható, hogy elkezdődnek a külső és belső munkák is. Úgy tervezzük, hogy a fűtésen egy ilyen évi 300 000 forintot tud a hivatal vagy az önkormányzat megspórolni. Ez az épület 1906-ban készült el. Kisebb-nagyobb átalakítások voltak, de inkább úgy mondom, hogy kisebbek. Szerintem a nyilászárók azok még eredetiek, tehát igazából úgyhogy nagyon szellőztetni nem kellett, mert hát eléggé mozgott a levegő. A hivatali átépítéssel egy időben pályázatot nyújtott be a település a művelődési ház átalakítására is. A területfejlesztési operatív program 96 millió forintot biztosít majd a munkálatokra. Erre igazából ugye támogatói határozatot kaptuk meg, közeljövőben lesz a szerződés aláírása a kincstárral, igazából az ősszel és a tél folyamán szeretnénk azt a beruházást befejezni. Ugyanígy igazából egy komplett hőszigetelés, fűtés, korszerűsítés, ott is egy napelemes és hőszivattyús fűtés lenne kialakítva, ott egy padlófűtéssel, tehát ugye ez azt jelenti, hogy az összes burkolatot járólap cserével, ott is a mozgáskorlátozott hát bejutást meg kell oldani, ott ez még nincs meg. Tehát az az épület is a múlt század elején készült, voltak már hozzátoldva, elvéve belőle, de hát nagyon ráfér arra az épületre is egy ilyen korszerűsítés. Ez pedig már a település közkedvelt közösségi tere. Ide még Dombováról is kijárnak a kisgyerekes szülők, meséli a polgármester. Azt tervezik, hogy a tér egy részét lefedik, hogy a mostoha időjárás idején is lehessen rendezvényeket szervezni. Saját erőből megpróbáljuk megvalósítani ennek a lefedését, erre most készülnek a tervek. Reményeink szerint erre megvan az önkormányzatnak a saját erőfedezete is, úgyhogy így aztán a Magyar Falu programban más témába próbáltunk pályázni. A művelődési háznak egy hangosítást és ott a vezetőnek a bérét próbáltuk is rendezvényekre, valamint hát van egy nagyon szép orvosi rendelőnk, és hála Isten van házi orvosunk is, és ott eszközfejlesztésre próbáltuk ezt a 3 millió forintos keretet kihasználva beadni pályázatot. Sorversenyek, csillámtetoválás, édesség. Színes programokkal készültek a kicsiknek és a nagyobbaknak a Tolnamegyei Nakon. A hagyományokhoz híven idén is megrendezték a gyermeknapot a településen. A vetélkedőkön még a szülők is részt vettek, a családok egy vidám napot tölthettek együtt. Idén is rendeztek gyermeknapot a Tolna megyei Nakon. A településen hagyományosan minden évben megszervezik ezt a programot, ahol kicsik és nagyok egyaránt megtalálják a kedvükre való elfoglaltságot. A szokás szerint minden évben csillámtetkót csinálunk a gyerekeknek, és vetélkedők vannak idén. Most ilyen sorversenyeket fogunk szervezni, kidobós, különböző vetélkedők, talicskatolás, aszfaltrajzversenyt is fogunk tartani nekik, már sok a pici, úgyhogy ők annyira, de hát úgy nézem, a szülők is egyébként jöttek, úgyhogy ez ilyen családias lesz nagyon ez a mai délután. Felkészülni rajt! Menjék, ahogy menjék! Na, hajrá! 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 Gyere, kicsi, gyere! Csantok!
Tavaly a sportpályán tartottunk, de szerintem tehát a kihívás napi rendezvényünk a sokkal több embert mozgat meg. Tehát akkor az sokkal nagyobb volumenű, mint a gyereknap. Tehát ott is ugyanez szokott lenni, akkor még pingpong, tollaslabda, tehát ez is még szerintem mai nap mindent. Amit találunk itt, azt mindent felhasználunk. Itt most csak helyi lakosok vannak, de szoktak jönni vidékről is, de tehát szerintem nagyon sok helyen van ma gyereknap, és így kevesebben jöttek. Vidáman telik a délután, készülnek a csillámtetoválások, a sportprogramok között pedig egy kis édességgel is kedveskednek a kicsiknek. Szülők és gyerekek is élvezik a napot. Csak az interneten látunk. Minden évben szoktunk jönni. Minden évben. Szeretjük meg, jó kis rendezvény. Neked melyik volt a kedvenc programod eddig? Hát én már kötőhúzást várom, meg a pókjárás. És jól érzitek magatokat? Jó, igen. Köszönjük szépen! A programokban a település alpolgármestere is részt vett. Törlősiné Horváth Magdolna vezényletével zajlanak a sorversenyek. A gyerekeket már szerveztük, hogy jöjjenek minél többen. Sajnos egyre kevesebb gyerekünk van, de ez már évek óta tendencia, hogy én tartom általában a versenyeket, és remélem, hogy örülnek meg a gyerekek. Felkészülni rajt! Szia! Összeszorítod a bokádat! Összeszorítod! Nem! Összeszorítod! Na, a Sisi, a kicsi. Oké, nagyokat, gyere, nagyokat! Na, hajrá, hajrá! Most sorversenyek lesznek. Akkor volt kidobós verseny, focival szokjuk zárni, kötélhúzó verseny. Most a talicskát azt kihagytuk, mert nagyon koszosak lettek a talicskáink, és nem tudtam lehozni őket. Az a gond, hogy már nagyok a gyerekek. És általában alsó tagozatosig jönnek, felsőben már nem nagyon. Úgyhogy az ilyen piciknek való csak. Nagyok már nem jönnek le. Fontos, igen, fontos esemény ez is, meg hát a szülők azért lehozzák a gyerekeket, hála Istennek. Falu és gyermeknapot tartottak Csikóstötősön. A Tolna megyei településen a hagyományokhoz híven vásárral, főzőversennyel és színpadi produkciókkal készült a szervező. Pintér Szilárd polgármester szerint ez a rendezvény az egyik legjobb alkalom arra, hogy összekovácsolják a közösséget. Idén is megrendezték Csikóstötősön a Falu és Gyermeknapot. Az egésznapos programokra kicsiket és nagyokat egyaránt vártak a szervezők. Miután 3 órától felállítjuk a légvárakat, trambulint, a gyerekek jól érzik magukat, környéken búcsúsok árulnak, kinek-kinek kedve szerint válogathat. Ilyenkor elindul már bent a Pajta Színházba a főzés, az idén 6 csapat nevezett. 6 órától él a színpadunk, táncosokkal kezdünk, utána egyéb könnyűzenei fellépőknek, az idén a Tajtiba és Kacor Feri a sztár vendég. A főzőverseny az alapanyagot az önkormányzat biztosítja, ebből adódva minden évben megmondjuk, hogy milyen ételt kell főzni. Az idén a pince törkölt a verseny, de nyilván én azt gondolom, nem is az a fontos, hiszen nem hirdetünk helyezéseket, elismerő oklevet adunk a részvételésetve, kiválasztjuk a legkiválóbb pörköltet. Azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy 7 órakor vacsoránál 4-500 ember érezze jó magát, menet közben már a színpad megtelt, és azt gondolom, hogy a kocsmában is már jobban fogy a sör, mint ilyenkor. A főzőversenyen minden étel más, de hagyományos recept alapján készült. Különböző húsok és fűszerek kerültek a kondérokba. Csülkös pörkölt, csülökpörkölt, mindenfélével, vegyes pörkölt. És milyen recept alapján készült? A lányok csinálják, ők a főbb. Nem kell ám visszatenni. A főmatadorok, ők csinálják elsősorban. Mi csak segítkezünk. Milyen hozzávalók vannak itt például, most mi készül? Csülök, lapocka, mindenféle finomság. Egy kis füstölt, csülköt is, füstölt oldalast is, jobb ízelegyet, különböző fűszerek, borókabogyó, egy kis szegfűbors, örölt bors, babérlevél, ilyesmi. És akkor jó lesz, reméljük. Itt van.
A település polgármestere szerint ez a rendezvény az egyik legjobb módja annak, hogy összekovácsolják a közösséget. A településen 3-4 időpont van, ami fixen van kötve. Nyilván az első ilyen rendezvényünk mindig évelején ez a május utolsó szombatja a falunap, augusztus utolsó szombatja az a baráti találkozó, amikor egy öregfiú foci tornát rendezünk két település között. Szeptember utolsó szombatja ez a születi felvonulás, és az utolsó pedig nyilván értelemszerűen szintén idén 24. alkalommal megnézésre kerül szilveszteri futást, ez december 31-én. Mindig próbáltunk olyan programot szervezni, hogy ne szelektáljuk az embereket korán és nemtől független, a legkisebbtől a legnagyobbig találjon magának olyan programot, ami szórakoztató, érezzék jól magukat, és az emberek tudjanak kellemesen beszélgetni. Azt gondolom, hogy ma már ebben a rohanó világban faluján és a szomszédoknak már este sincs idejük, hogy beszélgessenek, és ennek próbáltunk mi olyan teret teremteni, ahol egy picit ugyan áldoz az önkormányzat anyagiakból, de mégis a kertcsinálónak kell, hogy minden többen vegyenek részt aktívan ezeken a rendezvényeken. A gyerekekről szólt a szombat Csibrákon. Falunapot tartottak a településen, ahol elsősorban a kicsiknek szóló műsorok, játékok voltak napközben. Este pedig a szülők, illetve a felnőttek szórakozhattak az önkormányzat szervezésében. Gyerekjátékok a Csibráki Közösségi Ház melletti réten, szomszédságában rendezvénysátor. Itt tartották a település falunapját szombaton. Nem erre, arra, előre. Fordítva, nem úgy fordítva, tenyeredet fölfelé. Belesüssön a szép napocska. Ezt a mesedarabot láthatták a gyerekek többek között a színpadon. A falunap éppen az ő köszöntésükből alakult ki az évek során. Igazából ez a rendezvény már egy ilyen negyedszázados. 93-ban kezdtük gyereknapként, aztán közben lassan kinőtte magát egész napos programként. A műsorok elég színvonalasak, egész este 10 óráig tartanak. Reméljük, hogy az időjárás az mellénk áll, és nem fogja elrontani a programot. Azért szeretném megragadni az alkalmat akkor a segítőknek, illetve akik hozzájárultak bármivel is ennek a rendezvénynek a megszervezéséhez, lebonyolításához. Hát én minden esetre köszönöm szépen. Hát a gyerekek ugye ezek fizikailag bírják, nem fognak elfáradni, mint a felnőttek, gondolom, mert már reggel 9 óra óta folyamatosan, hát most folyik az ebédeltetés, hát most volt vége a Bolha Együttes gyermekműsorának, most a főzőverseny eredményhirdetése következik, 13-tól 14.30-ig a Meseszínház előadása fog következni, 14.30-tól folklór műsor, 16 órától Tajtiboly zenekar mulatos zenei programjával, illetve 20 órától fél 10-ig a Hangszedők zenekar koncertje, ez lesz a megkoronázása a mai programnak. Egy vegyes pörkölt az a, amit éppen most hallunk, hogy ugye az étkezés az nem ebből kifolyólag, tehát nem ezt kapják a vendégek, hanem vadpörköltet a Gyula ZRT jóvoltából, illetve disznópörköltet. Csibrák 360 fős település. Azt mondja a polgármester, úgy tűnik, megállt a falu előregedése. Jelenleg 45 gyermek él itt, közülük 13 óvodáskorú. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!